mintha tegnap lett volna, hogy megszülettél. Rohantam, hogy végre meglássam, milyen lettél. Tőlem kaptad a hajad színét, anyától csillogó, izzó kék szemét. Kicsi lány, mindig hallgatsz majd, ugye rá? Kicsi lány, mindig figyelsz majd, ugye rá? Tőlem kaptad az ősök hitét, anyáktól az ártatlan, végtelen életkedvét. A festészet úgy látom nem érdekel, de a költészet mindig, mindig az égig emel. Egy furcsa fiút, majd bölcsen hallgatok, de remélem, hogy van még kiút. S a könnyezve nézek a vonat után, csak a szél fújt a szemembe bolyongó füstöt talál. Kicsi lány, kicsi lány, mindig hallgatsz majd, ugye rá? Kicsi lány, kicsi lány, mindig figyelsz majd. Minden hónapban egy ilyen köszönő csomaggal szeretnénk kifejezni a hálánkat önök felé, akik támogatják ezt az országos programot. Talán nem hiába való elmondani még egyszer, hogy az ötlet, amely Tóth Zoltán fejéből pattant ki, hogy ha már az embernek a demokratikus eszközök kihullanak a kezéből, akkor még mindig oda mehet a polchoz, leemelhet egy könyvet, és a szellemileg felfrissült, akkor eszébe jött, hogy sokan pedig éheznek a szó szoros értelmében, és akkor lehet főzni is. És mi annyit tettünk ehhez a gondolathoz hozzá, hogy Jézus pedig arra bátorít bennünket, hogy ha látjuk a szegényeket, látjuk az éhezőket, akkor vegyük a bátorságot, és adjunk nekik enni, és ebben önök nagyszerű munkát végeztek. Ugye azt határozta el a Budaörsi Olvasókör, hogy segít egy olyan konyhát létrehozni, amelyben tisztességes módon lehet főzni legalább 500 embernek, és ennek a programját hirdettük meg többek között, és majd a konkrét számokról és dolgokról Iványi Gábor és Tóth Zoltán fog beszámolni az együttlétünk vége felé. Sajnálattal kell elmondanunk, hogy Konzsuzsa előadó művész nem tud jelen lenni ma közöttünk, de nagyszerű barátját, segítőtársát elküldte, aki nem elküldte, aki eljött, és őt felkérte, hogy a levelét olvassa fel, úgyhogy nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük Gerendás Péter előadó művész urat, aki fel fogja egyfelől Konzsuzsa levelét olvasni, és utána pedig minimálisan 10 percet játszik a számunkra. Drága barátaim, úgy hozta a sors, jobban mondva a vírus, hogy ma mégsem lehetek ott köztetek, mint ahogy terveztem. Borzasztóan sajnálom azért is, mert az oltalmazók, engedjétek meg, hogy így nevezzelek benneteket, olyan missziót teljesítenek, mely a védtelen áldozatokat oltalmazza, támogatja, tanítja, táplálja, segíti, ahogy tudja. Számomra megtiszteltetés, hogy magatokhoz hívtatok. A heroikus munkát, amit végeztek, ahogy ezt a közösséget megteremtettétek, én is, mint sokan mások, csodálattal figyelem. Nem esik jól, hogy ezt most személyesen nem mondhatom el nektek, de remélem, hogy még adódik alkalom, mikor ezt bepótolhatom. Szeretném látni és megtapasztalni a közösségeteket, és érezni a szeretetet, megbecsülést, amely összeköt benneteket.
Tudom, érzem és remélem, hogy sokan támogatnak benneteket, és az ország lelkiismereteként ők is cselekszenek. Szeretném kérni mindenkitől, hogy tehetsége szerint járuljon hozzá az ügy sikeréhez, mert ez kicsit talán becsület és tisztesség dolga is. Nagyon sok szeretettel, barátsággal és együttérzéssel gondolok minnyájatokra, vigyázzatok egymásra és magatokhoz, az ebédhez jó étvágyat kívánok, üdvözlettel, Koncz Zsuzsa. Következik a dal, amelynek az a cím, hogy Kegyetlen játék, ugye azt szokták mondani a film elején, szokott, hogy a történet szereplői, ha véletlenül ismerősek lesznek, az csak a véletlennek a műve. Tehát a dalban, ha valamiféle ismerős motívum lenne, az csak a véletlen műve. Ki tudja már, hogy hová megyünk, és tudunk-e szeretni még, ha megérkezünk? Ki őrzi majd a szívünk dalát, és a filléres emlékeink hangulatát? Gyűlöllek téged, hazug ígéret, de ha őszinte lennél, talán még szerethetnélek. Kegyetlen játék, gyűlöllek téged, csöpög a méz, és hazug a dal, és csak illúziókat ad el a reklámipar. Nem érdekel, hogy ki mit ígér, hiszen elszáll a szó, és az írás semmit sem ér. Gyűlöllek téged, hazug ígér, őszinte lennél, talán még szerethetnélek. Kegyetlen játék, gyűlöllek téged, pedig ezzel az erővel már szerethetnélek. Hiszen tudom, hogy tudod, hogy most minden bizonytalan, s annak ki elszámlázódik el, hogy lehetne más, talán szívünk szólhatna még egy falomás. Szerethetnélek, és mégis félek, hogy bármit mondsz részedről, minden azok ígérek. Kegyetlen játék, ilyen az élet, de ha őszinte nagy szeretettel köszöntjük körünkben Turci István József Attila díjas és Prima Primissima díjas írót, költőt, műfordítót, irodalmi doktort, ha jól tudom. Szép jó napot kívánok! Hallható vagyok? Kár, mert hallhatatlan szeretnék lenni, de ezért még dolgoznom kell egy kicsit. Fölszállott a pára. Írta Ady Endre helyett Turci István. Fölszállott a pára parlament csúcsára, választópolgárok szomorúságára. Jaj, te szegény pára, lent nem maradhattál? Házad köré hazát így nem faraghattál? Nem véd már kötfátyol se trójai faló, van a Dunatájon sok szégyelnivaló. Nedves már, nedves az ősz kutya orra, büszke bősz honatyák tüsszentenek sorra. A másikba törlik zsebkendőjük helyett, fölszállott a pára a parlament felett. Azt számít csak mennyi, s kinek melyik alom,
mert itt relatív minden páratartalom. A paraszóból jön, csak egy szláv jövevény, nem ős migráns, nem is finnugor csökevény. Vízcseppekből álló, légnemű, búsfelhő egyszer majd eloszlik, ha a magyar felnő. Fölszállott a pára parlament csúcsára, sok magyar szívének szabadulására. Köszönöm szépen. Kányádi Sándor 80. születésnapjára kiadtunk 80 verset és fordítást tőle, bár így Péter és István után, meg Spiró György után talán egy még egy másik szereplőt kéretlenül behívni, de bár eljönne ő is, hogyha ha hívtuk volna, és tűnődtem, hogy ha belefér, hogyha az olvasmányaimról beszélhetünk, hogy valamelyiket az ő versei közül elolvassam, a krónikás éneket. És Gyulának oda átra. Ég már a szekértábor is, remény sincs fölmentő seregre, a föld is ég. Futja-e még csonkán-bonkán elkeseredve egy utolsó lesz, ami leszre? Csak hős ne légy, mert ebben a hősietlen korban hősnek lenni nem érdemes és nem is szabad, de meg se add magad. Van, aki már kötélre vár, csüggedni is erőtlen, ég már a szekértábor is. Istenem, hova vetődtem? Van, aki sír, van, aki szül, van, aki hallgat, van, aki jajgat. A zsoldosok az elmaradt hópénzért kiabálnak, a tisztjeik az átállás esélyét latolgatják, sutyomban szorosra húzzák a hevedert, s a tönkrevert védők közt kilovagolnak. Van, aki sír, van, aki hallgat. Akik elmentek közülünk, nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, nem mentek volna el. Szétosztjuk az Úr testét, utolsó kenyerünket, mindenki hallgat. Ég már a szekértábor is, ég már a szekértábor is, a föld is ég, füstje a kék egekben tova ködlik, potomság. A többit megírja, ha megírja más, zizegni kezd a hajdani, a majdani kukoricás. És arra gondolok, hogy van valami, valami profétikus a költők, a művészek munkájában, igen halhatatlanok vagytok, és valami olyasmit érintettek meg, ami mindenkorban érvényes. És ezért lehet a zizegő kukoricásban eltűnő Petőfit is idézni, mert pontosan illenek a korra kritikus szavai a magyarság sorsával összefüggésben, vagy ugyanígy gondolhatunk Adira, de Móra Ferencre is, akár máig lehetne vezércikk a Népszavában, vagy akár a Népszabadságban, ha volna még Népszabadság, mindez, amit ő, hát mit tudom én mennyi ideje, lassan 100 éve leírt. És csak ezekről a múlhatatlan gondolatokról érdemes beszélgetni és gondolkodni, akkor is, ha közben az ember krumplit hámoz, és ott az asztal mellett cseveg, és azon gondolkozik, hogy van-e értelme beszélni, és mindig oda jut el, hogy igazándiból azt érdemes csinálni, mondani. A többi az mint egy a keretét adja a beszédnek, és az egész világ története azzal kezdődik, hogy a Jóistennek tetszett azt mondani, hogy legyen világosság. És azóta, ha ezt akarjuk, akkor mindig újra és újra megszólalunk. Kedves barátaink, nagyon boldogok vagyunk, hogy ilyen sokan támogatják a projektüket, és közösen dolgozunk az Olvasunk és Főzünk mozgalomba. Ma az első köszönetet azoknak szeretném mondani, akik itt voltak reggel 9-től,
első turnusba 10 óráig, és ez idő alatt 75 kiló almát megpucoltunk. Majd ezt követően egy kisebb csoport vállalt egy újabb turnust, és újabb 25 kiló almának jártak a végére. Ebből holnap egyébként alma krém, gyümölcsleves készül, tehát igen hamar hasznosulni fog ez a munka. A második köszönet azoknak az embereknek jár, akik nagy pénzt adományoztak nekünk, és akkor itt az a bejelentés, amit Gábor előre jelzett. Tegnap reggel 8 órakor átléptük a 6 millió forint bankszámlára beérkezett pénzt. Ezt nagyon köszönjük az adományozóknak, mint említettem, vannak olyanok, akik nagy összeget adományoztak, vannak, akik kisebbet, de különösen annak a szép számmal megszaporodó 1000 forintoknak, 2000 forintoknak örülünk, amelyek folyamatosan érkeznek a bankszámlára. Készpénz az nagyon fontos egy ilyen építkezésnél, mert láthatjuk itt az épületet, erről van szó. Ennek a pincéjét és a földszintjét fogjuk az Európai Uniós HCCP-nek becézett konyhaszabványnak megfelelően befejezni. És ehhez a készpénz az nagyon jó, mert azt tudjuk megvásárolni, amire szükségünk van. Azonban már két olyan adományozónk is van, aki természetben támogat minket. Az egyik éppen tegnap érkezett be, és Miklós gondoskodott a beérkező építési anyagok és szerelvényeknek az átvételéről. A másik ilyen nagyobb adomány pedig, és ez folyamatosan meg fog újulni, a járvány miatt szükséges fertőtlenítő anyagok, illetőleg egyéb a járvány elhárításához szükséges anyagoknak a beadása itt a raktárba, vagy nem tudom pontosan ezt hogyan kell intézni. A jövőben is nagyon várunk olyan építőanyagot, konyhai felszereléseket, amelyeket tudunk használni egy 500 adagos konyhában. Természetesen, ha valakinek csak egy 20 literes lábosa van, ezt is nagyon jól tudjuk hasznosítani, mert 43 intézménye van az Oltalom Alapítványnak és az egyháznak közösen, tehát ez a 43 hely bőségesen fel tud venni mindenféle támogatásokat természetben is. Egyet kérünk, hogy csak működőképeseket hozzatok. Tehát arra ne bazírozzatok, hogy majd mi ezt megjavítatjuk, mert erre nincs se munkaerőnk, se pénzünk, hogy értéktelenné vált műszaki berendezéseket felújítsunk. Tehát az örömhír szerintem nagyon fontos, mind pénzben, mind természetben előrébb jutottunk, és az építési munkák is elindultak, mert itt a mögöttünk, a földszinten talán többen látták már azt az erről készült videót, megkezdődött a fűtési rendszer beszerelése, tehát ez is egy konkrét lépés, hiszen jön a tél, és akkor hideg épületbe hát a munka is elég nehezen tud folytatódni. További örömhír, hogy benyújtottunk egy pályázatot a gazdasági részleg segítségével az Európai Unióhoz, közvetlenül Brüsszelbe. Ez nem függ attól, hogy vannak-e jótét magyar lelkek, akik hatóságként ezt akarják nagyon támogatni. Ez egy közvetlen lehetőség. Itt több dolgot is megcéloztunk, az egyik a hajléktalanokkal kapcsolatos, a másik a demokráciával kapcsolatos. Az első hírek pozitívek, de még távol vagyunk attól, hogy győztesnek nyilvánítsanak minket. A másikban egy nagyon fontos előkészítő munkát végzünk, amely perspektívikusan akár az egész épületre is vonatkozhat. A norvég alapítványhoz hasonlóan van egy dán alapítvány, amely akkor készen áll arra, hogy megvizsgálja az oltalomnak az ezzel kapcsolatos pályázatát. Ez ügyben 29-én kerül sor egy rendkívül fontos megbeszélésre, ahol az oltalom, illetőleg a budaörsi olvasókör vezetősége kollektíve részt fog venni, és remélem, hogy ezzel sínre tudjuk helyezni a második
pályázatunkat is. Folytatni kívánjuk természetesen, és itt én megköszönöm a művészeknek a teljesítményét, hogy a múltkorból, a szeptemberiről fölidézzem Szalai Krisztát, aki azt mondta, hogy a művészek a lelkünket gyógyítják, és ebbe a körbe beleértjük Iványi Gábort is, mert ő is a művésze, a lelkünknek a művésze. Emellett pedig hát a fizikai jólétünkről is van, aki gondoskodik, ezért szeretném megköszönni Lakatos Ibolyának, a mai szakácsunknak. Időközben úgy látom elment főzni, mert eddig itt volt, de elmenekült a bemutatás elől. Tehát olvassunk és főzzünk. A művészek hozzásegítenek minket az olvasáshoz, főzni pedig mi magunk is készen állunk. Ezügyben nagyon fontos kezdeményezések vannak. Az Oltalom Alapítvány egy hete szombaton meghirdette 30 civil közösségnek az együttműködési lehetőségeit. Remélem, hogy ebben egy új építkezésről van szó, ami elvezet minket az országos mozgalom útjára, amit a bevezetőben Miklós is beszélt. És ennek a civil együttműködési platformnak én nagy jövőt jósolok, mert az olvasókörök is egyre szaporodnak az országban. Tehát ezt szeretnénk összeszervezni, integrálni. Mi nem akarunk királykodni, nem akarunk hatalmat gyakorolni, mi csupán szakmai támogatást szeretnénk ahhoz nyújtani, hogy hogyan lehet olvasni, hogyan lehet főzni, és mindezt hogy tudjuk megtenni felszólító módban. Olvassunk és főzzünk! Ugye te is tudod, hogy kellene egy átjáró közén, hogy elindulhass végre szép lassan felé, hiszen együtt jártunk, s együtt az iskolát, s mégse találtunk közös hangot több emberültől.